A fővárosi törvényszék most először adott át a büntetés végrehajtás országos parancsnokságának jogerősen elkobzott termékeket. A bíróság raktáraiban jelenleg 100 tonna hamisított márkajelzésű holmi van, aminek a tárolása nagyon sok pénzbe kerül. Amit már a karitatív tanács sem tud felhasználni, az jól jön a börtönöknek. A következő napokban 15 tonna ruhát kapnak, ami egyben munkalehetőség is, hiszen a hamis márkajelzéseket le kell szedni róluk. Mindkét félnek sokat jelent az aláírás. Jogerősen elkobzott, több mint 35 ezer ruha neműt ad át a fővárosi törvényszék a büntetés végrehajtásnak. A törvényszék így megspórolja a raktározás 760 ezer forintos költségét. Egyébként ezek a termékek az égetőműbe végezték volna sorsukat a jogerős határozatot követően, tehát azt gondolom, hogy nem csak a megtakarítás fontos, hanem az is, hogy racionális célra tudjuk hasznosítani a BV közreműködésével. A börtönruha persze marad, de az előzetesen fogva tartottak cipőjére, pólójára, szabadidőruhájára nem kell költeni egy ideig. Először persze egy női börtönben leszedik majd a hamis címkéket, így munkához jutnak. 10 női fogvatartottnak tudunk folyamatosan munkát biztosítani, azáltal, hogy ez az együttműködés létrejött a fővárosi törvényszék és a büntetés végrehajtás között. A Vennyige utcai fővárosi büntetés végrehajtási intézetben, ahol jártunk, a zöldségtisztítás és a mosás ad állandó elfoglaltságot több mint 50 embernek. Azok az elítéltek, akikkel beszélgettünk, azt mondták, lelkileg és anyagilag is segíti őket a munka. Ebből a monotóniából kiszakítja az embert, amit a börtön jelent. Mennyit tud keresni itt egy hónapban? 17-18 ezer forint körül marad meg nekünk. Ebből levonják a raktartást, tehát ez már azután van, hogy a raktartást lemondták. A családnak is egy kis segítség az, amit itt keresünk, annyival kevesebbet kell otthonról támogatásképpen beküldeni telefonra, csomagba, egyéb ilyesmi. Szabadlábon persze többet keresett a foglalkozása miatt. Több mint 35 évig értékesítőként és vezetőként, igazgatóként tevékenykedtem. Miért került ide? Hát egy csalásért. A büntetés végrehajtás megbízott országos parancsnoka azt mondta, a munkaképes korúak több mint 65%-a dolgozik a börtönökben. Ezt az arányt szeretnék növelni. A Vennyige utcai börtönben feldolgozott zöldségeket más büntetés végrehajtási intézetekbe, kórházakba is szállítják. A mosodának pedig éttermek is adnak megbízást, és 4 csillagos szálloda is.